Akkor kellemes csütörtök délelőttöt kívánok mindenkinek. A mai délelőtt is Minecraftozni fogunk, most egy kicsikét jobban ráfügtem. Viszont este már egy teljesen más játékkal tervezek játszani, egy ilyen elég old school játékkal. Csak még meg kell oldani, hogy a Streamlabs is felismerje, hogy egyéb iránt ő egy teljes értékű program. Na, de mi történt nagyjából az előző Minecraft élő adásunkban? Gyakorlatilag voltunk bányászni, sikerült egy kevés gyémántot, aranyat, meg egyéb dolgokat összeszedni, plusz majdnem meghaltunk, de az már megint más kérdés. És nagyjából a múltkori streambe ennyi sikerült. Ja, meg ha sikerült nagy nehezen beindítani, hogy most már normálisan működjön a vasfarm. A mai streamben pedig nem fogunk más csinálni, mint hogy elkezdjük kialakítani ott magunknak azt az alagutat, ami egyrészt átjárást fog biztosítani ertől a falutól, a hegyen túllévő faluhoz, valamint az lesz a fő raktárunk is. Úgyhogy nem lesz másra szükségünk, csak mérhetetlen mennyiségű ásóra. Úgyhogy abból is csinálunk hármat. Mérhetetlen mennyiségű csákányra. Meg kajára, de szerencsére nem leszünk túl messze. Úgyhogy most gyakorlatilag ebben a streamben a földet fogjuk túrni. Minden mennyiségben. Úgyhogy szerencsére ehhez nem kell túl sok minden. Már csak azt kell eldönteni, hogy nagyjából hol van a közepe, viszonylag jól nézzen ki. És hogy honnan indítsuk meg. Ugye nem is ez a főhegyünk, ez még csak itt egy domb. Szerintem, hogyha innen megindítjuk, az kb. Jó is lehet. Hát nyilván mindeközben egy elég komoly nyersanyag begyűjtésről is szó van itt. Mert ha már találunk szenet például, meg ugye nyilván a kövek, ezekből mind eléggé hiányosan állunk. Talán túl sokból nem fog tartani majd az az átásás, amire gondolok. Mert egyelőre csak egy ilyen, hát, 3x2-es alagutat tervezek, hogy kényelmesen át tudjunk ugrálni rajta. Utána meg nyilván majd megy a kibővítése és a szépítése. És szerencsére azért nem lesz olyan hű, de nagy a távolság. Mert már szerintem lassacskán lehet, hogy át is fúrjuk, mert nem, széltére nem annyira széles ez az egész. De már az is pozitív lesz, hogyha nem kell folyamatjában átugrálnom az egészet. Hanem elég lesz csak átrohanni rajta.
közben majd innen a szeneket is kiszedjük szépen. Sajnos cobblestone-ra így is szükségünk lesz, akárhogy is szeretnénk, de muszáj lesz. Meglepően kell széles lenni, én ennél sokkal keskenyebbre emlékeztem. Na, majd most. Na, igen. Nézzük, hogy hova jutottam ki. Egész jó. Egész jól sikerült belőni az alját. Innen már gyakorlatilag csak rohanni kell. Nagyon jó. Még innen a tetejéből lenyesünk egy sort. Azért, hogy így végig tudjak rajta rohanni. Valahova, valamiért mindenhova ugrálva kell közlekedni. Ez egy ilyen dolog. És ha minden igaz, már az új verzióban már ezekben a hegyekben lehet megtalálni a legtöbb szenet. Úgyhogy most már hatalmas mélységekben nem is lehet ilyeneket találni. Ez kell nekem. Nagyon jó. És ugye úgy lenne a terv, hogy most valahol itt van a közepe, innen fölfelé lennének a farmok, tehát ez úgymond az alja az egésznek, és innen, tehát nagyjából itt lenne egy ilyen kis cső, amiben ledobálódnának a különféle itemek, és tudom én, ezen az oldalon is, meg ezen az oldalon is egy szelektáló, és hogyha csak végig rohanunk, mert éppen valamit építeni szeretnénk, akkor csak ide le kell jönni. És akkor innen fel lehet szedni. Plusz, amire még gondoltam, hogy emeletenként kellene megcsinálni, tehát lenne egy emelet, ahova tudom én, egy lift vezet föl, lenne még egy emelet, amihez a második, és akkor lenne a háló rész, ahova pedig a harmadik gyors lift vezetne föl. Mihez mondjuk egyébként túl sok minden nem is kellene, mert csak kell hozzá, meg magma blokk. És magma blokkot tudunk szerezni, hogy nem messze van egy portál, amiből három darabot így is úgy is ki tudnánk szedni. De minden gyorsan kitermeljük a szenet. Plusz még az is megesett, hogy ma azért a Nether kaput megépítjük. Csak azért, hogy az is meglegyen, és legalább meglátjuk, hogy na mégis hova kerülünk.
Hát azért így is már jelentősen rövidítettünk erre az erre tartó útunkra. Mert akkor azt meg lehetne csinálni, hogy a mezőgazdasági létesítmények azok bent lennének a második szinten. Az első szinten bent lennének az ilyen, hát végülis az is mezőgazdaság, de ott, ahova nem kell falusi. De az is lehet, hogy inkább jobb lenne felcserélni, hogy az első emeleten lennének az ilyen répa, kenyér, krumpli farmok. A következő emeleten lennének hát például a dinnye, tök, cukornád és a többi, és az ilyen farmok. És akkor a harmadik rész ugye pedig ott a legteteje lenne, az pedig akkor ott lenne gyakorlatilag a házunk. És onnantól kezdve gyakorlatilag emeletenként bármit, hova lehet bármit tenni, de például a házunk mellé, két oldalra simán lehetne hát a két oldalára egy-egy vasfarm. És akkor az is nyilván ebből a központi csőbe el lenne vezetve. És most azt a portát jó lenne meg is nézni egyébként. Meg ezt innen kivágni, megnézni, hogy hol van még ebbe fa. Valahol akkor kell lennie. Na, elkezdett szétesni? De, elkezdett szétesni. És majd akkor ez lesz kicsinosítva. Mindenképp. Meg még nyilván azért ezen bőven kell majd még szélesíteni, meg nagyobbítani. Közben majd meg kéne etetni vagy kéne kaját adni a falusiaknak, hogy ők is tudják csinálni azt, amit csinálniuk kell. Megkialakítunk egy automata sütőt is, vagy legalábbis fél automatát. Most meg hirtelen lett annyi szemünk, amennyi meg. Igazából már a szén csak fáklyák miatt fontosak. Mindegy, akkor viszünk obszidiánt, visszük ezt is, és megnézzük, hogy ott annál a portálnál, ami valahol arra van, egyrészt szerünk magma blokkokat, mondjuk később is ráérne, de már a Nether-t nagyon meg akarnám nézni, hogy nagyjából hova fogunk kerülni. Meg nyilván meg is kellene találni ezt a portált, hogy vajon merre van. Sajnos öt darab obszidiánnal messzire nem megyek. Sajnos. Aha. Az jó. Ezen a szakadékon valahogy megpróbálunk átkelni, ne nagyon fájjon. Ebből a szempontból nem volt a világ legjobb ötlete pont ide költözni, de mindenhol csak szakadékok vannak. Pacik! Hiszen valahol erre volt. Ennyire messze van, mert akkor viszont lehet, hogy más megoldáshoz fogunk folyamodni.
sőt egyre biztosabb, mert most már azért elég rendesen eljöttünk a bázisunktól. Mert itt van ez a falu, őket látogattuk meg pár résszel ezelőtt. És mintha ennek a környékén lett volna. Ez a dinnyész falu. Ajaj. Tök jó, mert innen lávát tudnék is vinni, mert 10 darab obszidián kellene nekem. Mondjuk mindegy, akkor csinálunk egy olyat, hogy van nálam föld. Abba. És akkor kiépítjük. Egyszer. Aztán, hogyha itt nekünk nem tetszik a felhozatal, akkor viszont csinálunk egy gyémánt csákányt, aztán építünk egyet oda magunk mellé. Jó. Öt darabból az a tetejét, meg az alját meg tudom csinálni. Ugye a tetejét, meg a másik oldalát. Egy. Így. És akkor összvisz még kettő darab vederláva kell. Szevasz, coca! Tessék, adok még egy kis vizet. Csak tényleg annyira megyünk át, hogy átnézzünk. Jó, ha minden igaz, akkor megvan, kajánk van, igazából túl sok mindent nem szeretnék vinni. Flint and Steel. És már be is izzítjuk a motorokat. És reméljük, hogy nem egy lávatenger kellős közepébe szeretne minket bedobni. Jó. Aha. Hát nem gyenge. Nem egy rossz helyre küldött minket egyébként. Bár na, ha valamihez, akkor ehhez nem vagyunk elég izmosak. De nem rossz. És mi, ha minden igaz, akkor arrébb lakunk arra valamerre. Jó.
ez egyelőre nem a legrosszabb rész ever. Úgyhogy ezt szerintem itt meg is tarthatjuk, és akkor tudjuk, hogy itt ennél a szavannás résznél, ennél a falunál van egy egész jó nether portálunk, ami egész jó helyre került. Én szerintem vissza is megyek. Mennyivel többen élnek itt, mint nálam? De ha már itt vagyok, nektek erre túl sok szükségetek amúgy sincs, nekem pedig van. Én is szeretnék ismételten egy ugyanolyan virágzó falut, mint a tiétek összehozni, úgyhogy remélem ebbe partnerek lesztek. Égyni. Már mondjuk krumplit és répát is adhatnék nekik, az pedig van, de... A krumplit azt én szeretném megsütni és megenni. Viszont tényleg ez emiért be kellene szereznünk egy lovat. Végülis van két darab nyergünk, úgyhogy... Mert egy csontvázlovat mindenféleképpen szeretnék egyszer valahogy. Megszerezni. Távoli dzsungelünk, dzsungelszerűségünk. És ott már látszódik távolról a hegyünk is. Vas eszközökre mindenféle. Szerintem már összegyűlt annyi, emlékeim szerint volt már annyi vasunk a farmban, hogy a gatyát leszámítva le tudunk cserélni magunkon minden ruhát. Nem tudsz aludni, jaj de szomorú. Hogy még kiveszem így. Gyert intézzük. Az is szép, hogy elébb lett Iron Golem farmom, mint hogy vascucaim lennének. Úgyhogy most ide bejövünk, és akkor egy kicsit szóval kell a sapka, kell a melvért, meg kell a cipe. Ez nem így van, hanem így. Jó, akkor ezt ugye nem tudom levenni, ezeket le tudom venni. Így, ez már valamivel jobb. Jó, hát mondjuk ennyit nem azért. Tudom én, 8 darabot. És nem tudom, hogy a szenet már le tudom-e így tenni. Majdnem. Jó, azt mondja, ezeket a felesleges aranycuccokat, mondtam én, hogy felesleges aranycuccok, letesszük ide, meg ezt is letesszük ide. Lassan szükségem van dolgokra, vagy dolgokat ki kéne dobnom, például a kő cuccaimat, de ez még majd egy kicsit később. Csináljunk kenyeret. Dobjuk, alszunk egyet, és akkor be is dobáljuk szépen a falusiainknak.
Nem viszel el semmit, ugye? Köszönöm. Onnan se viszel el semmit, mert szívinfarktust kapok. Halló! És egy kajájatok van itt elég mindenből. Sikerült megtalálni? Miért nem sikerül nektek a... Ezzel majd még foglalkozunk, mert valamiért annyira nem. Nem gyűn nekik össze. Valamiért. Remélem, az nem befolyásolja ott, hogy ott áll. Ha jó lenne, hogyha egy gólem leszpawnolna, és akkor megnyugodnék. A birkáink, malacaink tök jól el vannak. Mindegy, ezt tudjuk, hogy 32 darab vas volt benne, úgyhogy majd nagyon jó. A répa is elkezdett termelődni úgy, ahogy illik. Ó, nagyon jó. Láttam. Oké. Működik attól, hogy oda be van ragadva. Egyetek, cocák! Kell a sok coca, azt az Endermant meg ki kéne nyírni. Jó. Sok-sok pici coca. Nagyon jó. Na, nektek sikerült -e ott legalább egy kölyköt összehozni, vagy még mindig akadékoskodtok egymással? De még mindig akadékoskodnak, ugye? Persze. Az a gondotok, hogy nem elég nagy a terület, vagy... Ez lehet, hogy itt ezt ők annyira nem csipázzák. Én mindjárt itt egy kicsit nagyobbra vesszük, nagyobbra szabjuk a házat. A gyönyörű földes megoldással, majd ezt valahogy majd egy kicsit javítjuk. Hát most azért, srácok, tehát na! Hát még levegőzni is tudtok közbe. És ők meg odadobtam még egy kevés répát, hogy örüljetek. Felezzétek meg testvériesen, aztán most már valamit ottan prezentáljatok nekem, mert most gyakorlatilag most van lehetőségetek mindenre.
Siker. Láttátok? Akkor lehet, hogy tényleg az volt a gond, mert most ugyan előrébb próbálkoztak, de ott viszont a belmagasság sokkal nagyobb volt. Kicsit fura mechanika. Nem baj, ott megint van három falusi, tehát már nagyon jó. Ó, azóta már termel 14-et, úgyhogy jól működik a dolog. Mindeközben azon gondolkozok, hogy meg vagyok-e én elégedve azzal az ötletemmel, hogy én oda költözzek. Vagy inkább nem. Egy nagyon jó kérdés. Én lepakolok most egy csomó cuccat magamtól. Akkor nyitunk majd egy új ládát. Hát a magok nem fognak kelleni. Ennyi répa nem fog kelleni. Ez maradhat nálam. Flint and steel nem fog kelleni. Vas, mint olyan, nem fog kelleni. De meg már szépen lassan be se fér semmi. Szenet meg botot viszek magammal. Tojás. Ezt ide tesszük, mert miért ne. Csánekány, baltát, még ásót is vihetek, ha esetleg találnék homokot. Ezt is letesszük, ezt is letesszük. Ennyi földet mondjuk vihetünk magunkkal, hogy legyen. Ilyen halszleben nincs, de akkor ezt le tudjuk tenni. Jó, csónak, nekem valahol kéne lenni egy csónakomnak. És vagy nem. Halló! Felhasználjuk ezt. Csinálunk egy csónakot. Fogjuk magunkat, és akkor elmegyünk megint egy kicsit felfedezni, viszont kardot még egyet. Még egyet megéri legyártani, hogy legyen. Jó, kard, mondanunk ez is kaját, hát. Más nem, még ennek a felét elviszem. És más szerintem nem igen fog kelleni. Megnézzük, hogy lemenőben van a nap, jó, akkor még egy annyit megcsinálunk, hogy ezek már nekünk nem fognak kelleni, úgyhogy ezeket csak fogom aztán. De a kurba úgyse nagyon fogok bejönni. Egy. Aztán majd egyszer. De majd egyszer innen eltűnik. Viszek magammal egy ágyat. Csak tudnám, hogy melyikben alszik ez az egyetlen egy szemfalusi, de te nem fogja nagyon zavarni, szint ott. Biztos, hogy ott lakik. Mondjuk nem, mert ők beszokták zárni maguk után az ajtót, úgyhogy... Akkor jövök. Mondom, jövök. Egy. Még egy ágyam. Akkor megyek el. Mondját, alszunk egyet, aztán... Hát arra már megindultam, de és arról jöttem vissza. És arról jöttem vissza. Ugye arról jöttem, arra is voltam már felfedezni, de azért olyan hű, de messzire nem mentünk el.
akkor majd mindjárt kitaláljuk, hogy merre induljunk meg nagy lendülettel. Kifejezetten arra, mert valahonnan onnan jöttem. Helyes, helyes, helyes. Ah, már négyen vannak, nagyon jó. Kifejezetten inkább arról jöttem, úgyhogy arra megindulunk. Megindulunk abba az irányba, aztán majd lesz valami. Még találunk egy sivatagot, mert már a szavannákból elegem van. Az ilyen erdőből meg pláne. Nem baj. Legalább tudjuk, hogyha ilyen fára lenne szükségünk, akkor vége láthatatlan mennyiségben itt van. Ez egy szúnyog úgy gondolja, hogy ő nekem, engem minden áron meg kell támadnia. Nem lenne rossz, de tényleg sivatagot kellene találni. Ott egyrészt a templomban is találhatunk jó dolgokat. Ha olyan sivatagot találunk, amiben van templom. Másrészt azért a homok az nem egy utolsó anyag ebben a játékban. Ez egy retek nagy erdő, legalább tudom, hogy honnan fogom kiirtani. Roha. Igen, szárnyal azért általában sokkal, de sokkal gyorsabban el lehet érni helyekre, meg fel lehet fedezni teljesen új bajomokat. De egyszer csak átérünk ezen a rohadt nagy erdőn. És kértünk egy rohadt nagy mezőre. Gondolom, itt is majd mindjárt belefutunk egy faluba, mert ezeken a mezőkön nagy általánosságban azért van. Megindulunk így átlósan, aztán majd lesz valami. Nyilván már ott rajzolódik ki még egy erdő. Just for fun. Megint nem hoztam a nyergemet. Az meg már megint egy szavanna. Ez zseniális. Itt valahol biztos, hogy van valami méhkaptár, az tuti. Ha ennyi virág van, ott muszáj, hogy legyen. Ott van. Au. Mindegy, átblattyogunk itt ezen a szavannán. Hát, hogyha ennek a túloldalán találunk egy sivatagot. Vagy mehetnénk vízen is. Már ilyen hegyes. Hegyvidékes a dolog. Menjünk vízen, azzal ott valamivel gyorsabban közlekedünk.
Itt szépen lecsordogálunk a folyón, aztán majd lesz valami, például egy falu. Az ugye az? Az egy ház. Így van. Nem gond ez, ki tudjuk legalább lootolni, hát hogyha van náluk valami értelmes. Szevasztok, srácok! Én innen a szomszéd faluból gyűjtem el hozzátok. Köszönni, meg érdeklődni, hogy mi újság. Mondva vetek. Ezt inkább hagyjuk. Dinnye. Szeretném megérdeklődni, hogy nem-e van-e esetleg-e nálatok-e egy könyvtár. Cicátok van, azt már látom. Cseréld ki a hajópadlót, mert nő fel a gaz benne. Ilyenre, mint itt van, a szomszédodba. Hasznosabb lesz, hidd el. Itt fel lehet mászni. Van létre? Nincs. Ez csak dísz. Gólemetek is van. Ez a nem mindegy. Igen. Azt mondja, hogy ki lakik ilyen szűk házba. Ugyanazt tudom javasolni, mint az előző kollégának, a jó padló csere. Oh. Hát. Egy kis dizájnosom. Vörös téglából. Ó, oh. Na, ez már így oké. Okay. Tehát itt a legvégén a falunak voltak a... Ó, még ott is van, nagyon jó. Ez ilyen... Itt van Budapest. A folyó két oldalára építkeztek, nagyon jó. Na, még emerald, de mondom, főleg nekem könyves polc. Na, itt bent. Aha. Üres map. Köszönöm. Egyszer biztos hasznát veszem. Ha eszembe jut, hogy nálad van. És itt valami, semmi. Jó, hát akkor ez a falu így nagyjából ennyit tudott. Három emeráldal már gazdagabbak vagyunk. Aki a kicsit nem. Lehetett volna igazából egy kihalt falu is. És akkor gyerünk csak ezeket ajánlunk egyet, menjünk tovább. Azok ismételten egy dzsungel. De még mekkora dzsungel? Mondjuk, na ez mondjuk nem néz ki rosszul. Ez mondjuk így nem néz ki rosszul. Itt azokból a nagy fákból érdemes lenne vinni. Valahol nem csak könnyebben elérhető. Magas hegyek közt a tenger, hát ez nagyjából sehol nem érhető el könnyebben, mint... Úgyis ki kell szállnom a csónakból, mert lassan alvás lesz. Viszont egy pár darab olyan szeplinget muszáj lenne elvinni, mert az viszont tényleg egy nagyon szép fa. Tök jó, hogy még a hegyben is lyukak vannak. Bóci. És ott viszont van is lent. Nagyon jó. Úgyhogy még oda átmegyünk. Na, az ott pont jó helyen van.
Mi az ott egy nagyobb gomba, csak azt hiszem valami épület. Ez a dzsungelnek a másik oldala. Ha, na akkor most megejtünk egy gyors alvást mindjárt. Nagyon jó. És akkor kezdjünk el is innen bontani, és akkor. Ilyen magasság már kb. Elég szokott lenni. Imádok ezekkel a sötét fákkal dolgozni. Ilyet érdemes. Na végre! Sikerült. Egész éjszaka ez az egy hülye szúnyog csesztetett, és nagy sokára csak sikerült levadászni. Jó, egy sapling már van. Vagy kettő kellene. Közben ezt is felszedhetem, meg ő is jöhet vissza hozzám. Ó, meg még itt vannak dolgok. Ahogy már arra essen rá, hogy ezt a pár gombát is elvisszük. És itt gyorsabban is eshetnél szét. Van még egy. Jó, kettő már van, abból már tudom ezt is terjeszteni. Varázserdő. Na, meg viszek akkor ilyen gombát is, hogy ilyenünk is legyen már, aztán majd más nevezeket is megnövesztjük. Ebből lehet azt a levest csinálni. Szóval az ilyen erdőkbe szoktak lenni a... Nem a Pillager Outpost. Hanem az a baromi nagy épület. Aminek nem fog eszembe jutni a neved, csak annyi, hogy tele van evokerekkel, meg pillagerekkel. Az mi? Az mi? Olala! Olala! Micsodé? Hát ez így itt nekem nagyon random esett, de nem gond. Magma blokkok, ez meg sosem már. Olyat nem is látom, amin kettő darab arany lenne. Aranyalma, nagyon jó. Mendinges aranykapa, hát ez most ugyannyira nem, de nem rossz. A másik. Nagyon jó. Mennyi magma blokkot szedtem össze? Zsír. Na, hát ez így most jó esett hirtelen. Így előre ez nem egy... Hagyja békén. Ez egyelőre nem egy rossz irány volt felfedezni a dolgokat. Pláne, hogy tudtunk szerezni egy ilyen fát. Hát ez se egy kicsi erdő. Mert ez
És a nyírfa egyébként amúgy tényleg jól néznek ki egymás mellett. Elég komoly nagy kontrasztot ad. Nagyon ezek a fák. És volt a csodálkozás rájuk. Megindulunk. Most már ahogy látom fölfele. Mert még ilyen magasan is arra kell figyelni, hogy bele ne zúgjak valami hatalmas, random lyukba. Zseniális. Na, ez most már kezd. Kezd könnyebb lenni a terep, mert ott már legalább tudunk csónakázni. Sőt, most már úgy érzem, hogy muszáj is lesz, mert nem nagyon fogunk haladni egyről a kettőre, így. Igen, ebből sikerült kettő darab saplinget szerezni. Most már tényleg kéne találni egy sivatagot. Nézzük az ott hova vezet ki. Hát. Gyakorlatilag sehova, viszont ott már megint van egy valamilyen dzsungelszerűség. Tehát pont most fordultam meg. Elég valószínű. Hájjáj, akkor csak muszáj vagyok bemenni a dzsungelbe is. Körbenézni, hogy mi újság. Már megvárom, hogy meddig vissza a víz. Most nem, amúgy nem itt szálltam ki, amúgy. Valahol. Nem itt vágtam ki valahol azt az egy szemfát. Mindegy. Elindulunk erre. Aztán majd lesz valami. Szia, Janfó! Mi újság? De biztos, hogy erről jöttem valamiről. Aha. Ez sem rossz. Semmi különös, próbálok sivatagot keresni. Meg átnéztünk egy pillanatra a Netherbe, hogy nagyjából a környékünkön. Egy kicsit arrébb mentem megcsinálni a portált. Egész jó helyre kerültünk. Megfúrtam egy 2x3-as alagutat a hegybe. Igazából úgy voltam vele, hogy tényleg mindenféleképpen keresnünk kellene már egy sivatagot. Nem, itt vágtam ki valahol azt a fát. És akkor elindultam visszafelé. Még az sem gond.
eddig nem bóklászkodtunk eleget erdőbe, akkor most megint mehetünk vissza. Bocsi! Mondja, hogy a blokkunk van, ezt a saplinget is eltettük, találtunk aranyalmát, egyszer biztos jó lesz valamire nekünk. Egy alvást azt meg ezen a szent helyen meg is ejthetünk. Azt már mehetünk is tovább. Úgy gondolom, akkor most visszaérünk arra a tisztásra, ahonnan nagyjából elindultunk, vagy elkanyarodtunk erre. Igen. Vagy nem. Most ugyanaz a falu, ahonnan eljöttünk, vagy egy teljesen másik falu. Nem, ez ugyanaz a falu. Ez ugyanaz. Az a kérdés, hogy melyik irányba menjek tovább. Főleg ne egy hatalmas szakadékba, az mondjuk elég sokat segítene. Arra már megint kezd nőni fölfele a hegy, meg minden. Én biztató, mert legalább homokot látok. Már az is valami. A szavanna mellett semmi más nincs, csak hegy. Jó, hogy hoztam magammal a kaját. Ez el fog tartani elég hosszú ideig, hogyha ugyanakkor a sikerem lesz a sivatag megtalálásában, mint a legelső adásban a falunak a megtalálásában, hát ez zseniális lesz. Már-már fenomenális, mert akkor valószínűleg előtt találok még egy mushroom bajomot. Jézus Isten, mennyi erdőt! Így már, hogy megnyitottuk a nedört, annyira, tehát maga, ami ott van lent a Netherben épület a piglineknek, azt nem tudom pontosan már, hogy hogy hívják, de gyakorlatilag amellé pakoltam le egy kaput. Ahhoz nem vagyunk elég izmosak, hogy azt kiszedjük, az 100%. És egy kicsit majd még arrébb kell onnan menni, magával a kapuval is.
És kvarcot kellene majd kezdenünk még bányászni. Azt is. Kb. Minden mást is, de egyszerűen egyik. Egyszer sem tudom rávenni magam. Mert akkor már egy kicsit jobban el lehetne kezdeni automatizálni a dolgokat, bár mondjuk répa és krumpli farmot már akár most is tudnánk. De végül is már a szaporítónk is elkezdett üzemelni. Pöttyös ló. Az paci. Na, ennek a tisztásnak a másik széle az szinte biztos, hogy sivatag lesz. Ezt előre látom. Meg nem az a széle, mert hát nyilván ott a erdők vannak. Meg szavanna. Az a szél ott, arra lesz majd sivatag. Egy pillanatra megörültem, hogy homokot látok, de így hamar el is illant. Ja, akkor csónakba pattanunk, aztán húzunk is. Jó lesz itt legalább át tudunk pattogni gyorsan. Na, ott van valami nagyobb vizes terület. Már az is lehet, hogy csak egy sima tó lesz, semmi más. Az hát. Nehogy már véletlenül valami. Még azt nem tudom, hogy tenger mellett nagyobb eséllyel jönne be sivatag. Mert én annó egy csomószor tenger mellett találtam csak sivatagot. Ha nem azért a világ legnagyobb mezején járkálok, és egy falut sem látok, mert legalább már egy portál. Egész jól kinéző portál. Lehetnék egy kicsit körültekintőbb is. Miért fogom magam is beleesek random lyukakba. Na nézzük. Voltam-e már én itten? Nem voltam még itt. Ó, Arandinne. Arany. Aranyású nem kell. Ez pláne nem kell. Jól van. Fekete pacik. Tényleg sehol nincs egy falu ebbe a hatalmas, még csak falut se találok. Nem elég, hogy sivatagot,
Megint nem találok falut, pedig egy falu mellett lakok. Domság, az már megint van. És hogy mekkora? Jézus Istenem. Egy hát, hogyha ennek a hegynek, dombnak a másik oldalán meglepődök. Ez is jól néz ki. Kezdem menni a napocska, úgyhogy nem pont ezt, szerintem ebben is alhatsz. Ezt így letesszük, alszunk egyet, aztán folytatjuk tovább egyenesen az utunkat. Hát ha... Hát ha valami jóba belefutunk. Mondjuk már ott egy kicsit bizalomgerjesztőbb. Ez rengeteg napra forgó. Karral megyek a kezembe. Ezzel biztosabban tudok futkározni. Hát jó, akkor megnézzük ezt a nagyobb vízterületet. Hát, ha van valami érdekfeszítő valamerre a környékén. Mondjuk ez így most hirtelen azonnal lerombolta minden illúziómat, hogy ez olyan hűde nagy lenne. Jaj. Hát. Akkor jobbos irányt fogunk venni, úgy érzem, mert nincs kedvem megint felugrálni hegyekre. Elég lesz majd a visszaúton. Na nézzük. Van megint egy erdő. Meg megint hegy. Csak egy egészen icuri-pucuri sivatagot szeretnék találni. Nem nagyobbat, csak egy ilyen egészen picit. Csak az legyen tényleg sivatag, tehát ne ilyen 15 blokk homokból álló partszakasz. Mert azzal nem nagyon megyek messzire. Jó, mondjuk annyit már elértünk, hogy kevesebb hegyel találkozok. De nem minden második méteren van hegy. Ez de aranyos. Random láva tenger.
Nem. Nem kilódok most szénnel. Mert ha legalább sivatagot találok, akkor annak kellene a hely. A homoknak. Na, ez most már víz lesz. Ez most már nagyobb. Tehát ez már legalább nem egy tó. Ez már valami nagyobb talán. Merül fel ilyenkor a kérdés, hogy na, most melyik irányba induljak, de menjünk akkor erre. Hát lehet, nem ez lesz a legmegfelelőbb. Azt nem tudom, hogy kelpünk van-e otthon, hogy azt vittem-e már. Nem tudom, egy víz alatti portál, akkor ezt most már csak megnézzük. Remélem nincsenek random zombik a környékén. Nagy levegő. És inni. Akkor nézzünk el arra is. Mint hogyha nekem ismerős lenne egyébként. Ördögnek megyek neki állandóan. Ez, mintha valahonnan így ismerős lett volna ez a nem vízi templom, hanem ez a kis épület itt a víz alatt. Majdnem ilyen, csak több homokkal. Tehát ez már majdnem jó, csak úgy az az egész sziget lett volna homok. Na de majd mindjárt ott a horizonton. Azért még azért elnézek, jó. Tehát nyilván nem sivatag. Igen. Nem. De. Nem. De még lehet. És ez meg ráadásul egy másik portál. Obszidián, aranyrépa, meg még ezt azért. Ojjaj. Na, itt már legalább van homok. Annyit már elértünk. Nagyobb part. Innen már legalább tudunk vinni. Meg lett egy efficiency. Négyes, ugyan arany, de lett egy Efi 4-es csákányunk. Ó, na hát itt azért már van homok. Elég tisztes mennyiség.
hogy ennek majd a koordinátáit szépen, mielőtt elindulunk, fel is írjuk. Szerintem az enchantable-t is meg tudjuk már csinálni. Hú, annyi mindent meg tudunk most így már hirtelen csinálni, hogy van egy-két értékesebb dolgunk. De szerintem most majd visszamegyünk, és elkezdjük az előkészületét annak, nézzük, mi nem kell. Nem kell nekünk az aranyblokk, mikor szét tudjuk kapni aranyját. Na. F3. Hát egy kicsit eljöttünk, egy olyan jó 3000 blokkot. Azt mondja, hogy homok mínusz 1050, mínusz 1050. Nem mínusz-mínusz, hanem csak mínusz. Hát ja, kb. Úgy. És akkor nekem abba az irányba kell megindulni, hazafele. Úgyhogy egy alvást megejtünk, és abba az irányba kell nyílegyenesen megindulni. Aztán majd lesz valami. Valahova majd kijutunk, de legalább már normálisabb mennyiségű homogot találtunk egy partrészen, ami azért nem egy elhanyagolható dolog. Meg azért találtunk érdekes dolgokat is. Na, meg ott is van homok. Na, jó, ez legalább a környéken van annyi, hogy legyen. És nézem, hogy jó irányba megyek el. Igen, erre fele nő, csökken, de az nem is gond, azt nagyjából kell csak tartani. Nagyjából irány. Ó, igen, már tudom, hol vagyunk. És most már tudom, hol vagyunk, csak ezek ne találjanak el. A legelső részben emellett a Guardian templom mellett jöttünk el. Ege, most már tudom. Most már csak 2500 blokk. Igen, is nem olyan sok. Valahol nyilván erre volt a mushroom bajom is. Nyilván egy pillanatot kérek.
Ja, és akkor itt is vagyunk, és akkor mehetünk is tovább. És a világ összes mezején és erdején majd átpattoghatunk. Például majd ezen. Ennyi tök mindenhol látunk. 2000. Ezt az irányvonalat tartani, és nagyjából oda fogunk kerülni, vagy legalábbis már egy olyan helyre fogunk kerülni, amit ismerünk. Ennyit nem veszük elő a csónakot. És csak futunk. Mennyivel könnyebb lenne szárnyal? Már mondjuk 3000 blokknyit jöttünk el ebbe az irányba, az még szárnyal is egyébként egy egész jó idő. Egy gyors kaja. Ilyen közösséget alkotnak itt a birkák a tehenekkel, zseniális. Gyorsan felnéztem, hogy mennyi az idő. Járunk, na, jó irányba megyünk, jól van. Már csak 1400 blokk. 2003. Még akár, au, ezen a napon még oda is érhetünk, úgyhogy nem menne le a nap. Tényleg, hogy egy ekkora mezőn járkálok, és egyszerűen sehol sem találok. Azt a portált néztük meg, jó? Most már valami ismerős helyen vagyunk. Tényleg, ekkora mezőn járkálok, és egyszerűen sehol nem találok semmilyen falut, vagy ahhoz hasonló dolgot, hogy itt lett volna valaha is falu. Ugye, mínusz 4080, és most elkezdtem gondolkozni azon, hogy tényleg mínusz 4080 és mínusz 1200, annyi. Jó. Akkor jó. Hirtelen elkezdtem gondolkozni, hogy biztosan jó irányba vigyek, mert amúgy nem néztem meg, csak beírtam, hogy hol lehet találni homokot. Állunk. Visz jól állunk.
akkor mindjárt meglátjuk valószínűleg, hogyha erről az irányból jövünk, azt a falut. A legelőször akartunk letelepedni. Várjál csak, az ott egy nyírfa erdő, mert akkor viszont már mindjárt ott vagyunk, mert akkor ennek az erdőnek a túloldalán. Igen, szerintem ennek az erdőnek a túloldalán lakunk. Csak ha ilyen hamar visszaértem onnan, akkor csak tudnám, hogy hol kombináltunk ilyen sokáig. Ja, hát mondjuk megnéztünk más, tehát nem is ennél azért dombosabb területről jöttünk. Van méhecske. Nem azt jelenti, hogy jó irányba jövök, de... Már gondolat kezd több nyírfa lenni. Ezen a részen. Én vízre speciál nem emlékszek. Merre jövök én? Ja, hogy még van 300 blokk, meg még arra is 300 blokk. Abba az irányba kell mennünk. És jók leszünk. Valahogy. De hogy te megijedtem attól a hülye birkától. Ott vannak tökök. Viszont lehet, hogy ez az a mező, ahol az első falunk van, amit megtaláltunk. Minden igaz, akkor az már ott a mi hegyünk. Ha minden igaz. Igen, az már ott a miénk lesz. És valahol... Itt van a... ott a furatunk. Vagy nem? De ez a mi hegyünk. Nem ez a mi hegyünk. De biztos, hogy ez. Á, ott van. Azért mondtam, hogy ott a furatunk. Akkor egy gyors kaja. Vagy. Hát szinte mielőtt teljes element volna a nap, már haza is értünk. Tettünk egy ilyen U alakzatot. Jej! Na és akkor most már lehet a saját ágyikóba aludni. Na azt tudjuk, hogy arra van egy nagyobb sivatag, amiből hoztunk is magunknak. Ezt egy kicsit így összépakoljuk, ez jöhet ide. Ez jöhet ide, sőt, ezt már el, ezeket már el is fogjuk tenni. Emerald. Arany. Arany répa, arany
alma, arany, dinnye, gomba, gomba, jöhet ide, a földet azt bedobjuk oda a helyére, jöhet ide, tudunk-e még valamit össze szerválni, hát az így akkor jöjjön így ide, oda, és akkor az obszidián, meg a magma blokk az mehet oda. Ezt is le tudjuk tenni, ez visszajöhet ide. Csónakot jó, ha magunknál tartjuk végül is, mert miért is ne lehetne. Meg blast furnace. Ez, ami gyorsabban kiégeti az aranyat meg a vasat. Végül is, hát szükségünk nincs rá, mivel a vasat gyakorlatilag készen gyártjuk. Nagyon jó, viszont. Ha már itt vagyok. Ezeket már ezt leszettem. Akkor lehet, hogy ezt visszatesszük ide. Akkor lehet, hogy ezeket is gyorsabban ledarálja. Ó, de mi mennyivel? Nagyon jó, van egy golden nugget. Meg még egy. Már megérte. Így. Ez meg jó, hogyha nálunk van esetleg. Ez úgyis nagyon hamar el lesz használódva. Jó, na. Ha tegyük el azt a két fát. Hallom, hogy dolgozol. Tegyük el ezt a két fát, mint az egyiket ide. Igen. Másikat pedig tegyük el ide. És akkor ezek hagyd nőjenek. Oh. Itt meg Márti, hogyha mindegy az négyen vagytok, úgyhogy ti is haladtok a haladni valóval. Nyilván nem voltunk nagyon közel, úgyhogy termelni ő sem termelt, meg majd most talán beindul. Szedjük le a cukornádat. Kicsit mezőgazdálkodjunk. Nagyon jó. Szedjük le a bogyóinkat is. Nagyon szuper. Gondolkozok azon, hogy a cseppkövet lehet használni, azt hiszem, arra, hogy több lávánk legyen. Hogy azt mindenféleképpen majd még azt is megcsináljuk. Meg több ládára is szükségünk lesz, az is biztos. Nagyon-nagyon sok ládára lesz szükségünk. Lendülj be, farm! Kell a rengeteg vas. Itt van kettő vödör lávánk. Messzire nem szaladunk el. Elkezdem azt csinálni, hogy összegyűjtögetem ezeket a random ládákat. Mi az, ami nem kell? Te nem kell lesz.
elkezdem kivágni azt, ami kell. Pontosabban azt, ami nem kell. Kezdem megpucolni itt a területet. És szerintem, mert az első önálló farmjaink, azok majd erre a területre fognak majd beérkezni. De fogjuk őket megcsinálni, mert így is akkor ezekhez is kellően közel vagyunk a házunkkal. Akkor minden fog tudni termelni. Az a kérdés, hogy ettől te, hogy most minden fát kivágtam már? És jelen helyzetben még te sem tudod. Nem még. Van-e még valami? Talán most elkezdett lebontódni a lomb. Aha. Most már azt is sikerült kivágni. Így, és akkor ezen a területen tök jól meg fogjuk majd tudni csinálni a kis automata farmjainkat. És addig, amíg a falusi szaporítóban meg lesz annyi falusi, addig itt elő tudjuk állítani azt a területet. És akkor valószínűleg úgy fogjuk megcsinálni, hogy lesz egy központi falusi, aki mind a négy irányból elérhető lesz, és a négy irányból pedig különböző kajákat fognak neki dobálni a többiek. És akkor így négy... négy farmot húzunk egybe. És elméletileg ez az ötlet minecart hopperekkel ki is vitelezhető. Elvileg. Erre már nem kell. Ezeket sem kell, ezt a részt kell még itt nagyjából egyenesre túrni. Nagyon jó. Már legalább a terület ki lesz alakítva. Nagyjából. Aztán még úgy is ásni kell majd, mert ugyanabban a formában szeretném kialakítani, mint amik most ott vannak ilyen falmjaim. Egyelőre jó.
meg a fafarmhoz is lesz szeplingünk, szóval már az sem kell nagyon majd gyűjtögetni. Gyors horpasztás. Meg akkor megetetjük a falusiakat. Bármivel, ami ehető. Például búzával. És annak örleményével, amiből készülhet majd ez. Kaptok 40 kenyeret, az 4-en vagytok, az 10-10 mindenkinek, úgyhogy egy szavatok nem lehet. Jó napot! Maga nem onnan, hanem innen tetszett ide spawnolni, ugye? Sose gond, mert nyugodtan tessék jönni, mert csak védi őket. Nagyon jó. Akkor jó étvágyat! Jó, de szépek vagyunk. Nem köpköd. Nem turhál, hanem el van. Na, jól van. Hoztunk két fát, és két szeplinget, az majd ott szépen fogja magát megnő. Ez majd egyszer csak fogja magát, és megint beindul, amint olyannyia van. 1, 2, 3, 4, 5. Jó, megvan mind az öt falusi, tehát azzal gond nincs. Király. Na, akkor a kövi részben elkezdjük az automata mezőgazdaságot kiépíteni, meg megpróbáljuk meg is csinálni, kivitelezni. Aztán az egy nagyon jó kérdés, mert akkor úgymond a kaja problémánk, mint olyan, az megszűnik létezni. Utána pedig szerintem akkor elkezdünk majd az automata állatfarmon, vagy a fél automatán dolgozni. Mert már ők elég jól felszaporodtak. Úgyhogy szerintem majd a következőben még jobban megpróbáljuk fixálni a kaja lehetőségeket, vagy a kaja opcióinkat. Addigra egyszer már ez a hülye gatya is csak letörik róla, más nem, majd akkor ugrálgatok le helyekről, hogy minél előbb letörjön. És amint megvan az, hogy be vagyunk biztosítva kajával, akkor elkezdünk dolgozni az enchanting részen, amihez viszont nem lesz másra szükségünk, mint hogy a Netherbe menjünk és kvarcot bányászunk. Úgyhogy a következő streamben ott mindenféleképpen az automata gazdaságoknak a fejlesztése lesz a cél. Plusz az, hogy ne csak egy távoli Nether portált indítsunk, hanem valahova ide. Ide is. Csináljunk egyet. És a végén kezdek annyira hozzászokni ehhez az egész faluhoz, hogy nem is építek fel oda bázist, hanem a falut kerítem körbe is. Ez lesz így a mindenes központ. Na, de nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor a következő streamben, és hogyha YouTube-on nézed vissza, akkor a következő videóban találkozunk. Ma délutánra megpróbálom összehozni azt, hogy felismerje a Streamlabs azt, hogy az, amivel szeretnék játszani délután, az egy játék, és ez egy teljes értékű program. Köszönöm szépen a figyelmet, és sziasztok!